Különleges programmal várta a lábatlaniakat a Gerendai Közösségi Ház február 25-én pénteken. Az esemény egy 33 festményt ismertető tárlattal indult, amely akril és egyéni technikával készült képeket mutat be a közönségnek. A rendezvényen egy szájharmonika művész is közreműködött. Gyermekkorom óta nagyon szeretek festeni. 14 évesen kerültem a bányász képzőművész körbe Krajcsirovics Henrik tanár úrhoz, és 1982-ben volt az első önálló kiállításom. Egy amatőr festő elsősorban mindent rá akar festeni a képre, mindent úgy akar megfesteni, ahogy lát. Én ebből már nagyon fiatal koromban ki akartam törni. Egy örök kísérletezőnek tartom magam. Mindig olyan feladatot állítok magam elé, amit még nem tudok, és úgy érzem, hogy itt már többet nem tudok ezen a téren tanulni, akkor lezárom azt a fejezetet, és egy újba kezdek. Pont ez a kiállítás az, meg a másik kettő, ami ezzel párhuzamosan lesz Csömörön és Budapesten, ezzel megint lezárok egy olyan fejezetet, amit nagyon nagy szeretettel csináltam, és örömmel és élvezettel. Ez a nyugdíjas éveimhez kötődik. A térzene program keretében a 2014-ben megalakult Róza Eterna duó koncertezett, akik a klasszikus művek és feldolgozások mellett a saját stílusukra leginkább jellemző dél-amerikai hangzást is elhozták a hallgatóságnak. A nevünk az csak talán 2 évvel ezelőtt kristályosodott ki, egy idő után kellett egy név, de már azelőtt is sokat koncerteztünk. Eleinte csak a klasszikus repertoárból indultunk ki, a barokk műveket írtunk át, meg az eredeti műveket kezdtük el felkutatni, ami így hozzánk is jól passzol, a diákjainknak is koncerteztünk így, tehát számukra is tudunk valami újat mutatni, és szép lassan elkezdtünk nyitni a dél-amerikai művek felé. Ez elsősorban Anikó révén került be, hiszen a gitárnak az irodalma az nagyon gazdag a dél-amerikai szerzők műveiben. Leginkább azt hiszem a brazil szerzőket mondhatjuk magunkhoz legközelebbinek, és ehhez nagyon komoly inspirációt, illetve atmoszféra teremtő erővel hat Lénárd Sándor író munkássága, aki a brazil őserdőben kötött ki, mint orvos, és rengeteg történetet írt a brazil népről, az ő tapasztalatairól, és valahogy könnyebb így átadni ezeket a zenéket.